pásztorkodás jelentős helyet foglalt el a magyar ember életében. A pásztorok életéhez kapcsolódó szokások és viselet számos népművészeti alkotáson jelenik meg. A pásztor kultúrát évszázadok óta kutatják az etnográfusok, de a téma mindig szolgál újdonságokkal a néprajzosoknak. A pásztoroknak azt a rétegét mutatják be, akik a 19. század második felében az ellenállásnak voltak a megtestesítői. A Balatoni Múzeumban Vendelnap alkalmából tartottak szakmai napot. A nemrég megnyílt balatoni kincsestárban ez volt az első szakmai program. A Göcsei Múzeum főmuzeológusa a zalai pásztorok munkáin található viseletábrázolásokról tartott előadást az érdeklődőknek. Itt pont az derült ki az én, hát mondjuk nem nagyon részletes, de hát mégiscsak a Göcsei Múzeum tárgyaiba való kutakodásom, hogy nem feltétlenül amit látunk, az nem a valósággal azonos, hanem egy szimbólumrendszerrel azonos. És nem mindig ugyanaz a jelentése egy viseletnek a dísztárgyon, mint ami a valóságos életben volt. Az érdeklődők olyan témákról is hallhattak a workshopon, mint a magyarországi pásztorkutyák. Kis Nóra, a Göcsei Múzeum néprajzos muzeológusa arról tartott előadást, hogy a különböző kutyafajták hogyan jelentek meg a pásztorok életében, és milyen szolgálatot láttak el. A szakmai nap résztvevői nem csak muzeológiai, hanem tágabb kitekintést is kaphattak a pásztor életről. A környező intézményeknek a kollégáit hívtuk meg, hogy egy kicsit a Vendel nappal kapcsolatosan, Szent Vendelről is, a pásztorkodásról is, hiszen Szent Vendel az elsősorban a pásztorok számára nagyon fontos védőszent, és egy kicsit a pásztorkodásról, pásztorművészetről, népművészetről, nem csak néprajzi szempontból, hanem az első blokkban ugye inkább néprajzi előadások voltak, a második blokkban pedig egy kicsit interdisziplinárisak leszünk. A délután folyamán ökológiai és agrártudományi szempontból is megvizsgálták a pásztor életet az előadók. A workshop célja, hogy a szakemberek bemutassák a pásztor élettel kapcsolatos kutatásokat, és megosszák egymással a legújabb eredményeket.